szálval vágták a búzát, akkor az ekét is még szalvas marhák húzták. Nem volt régen kombány, ez nem volt akkor szokvány. Sárgálik a búzatábla, aratni kell menni máma. Felkapták a kaszát, s levágták a búzát. Búza aratását követően csépelni kellett sürgősen. Szép tiszta szemeket, örültetni kellett. Nem volt akkor örlőgép, magamba vitték a terményt. Ott finomra megőrülték, s lisztes zsákokba töltötték. Odaadták az asszonyoknak, s ők kenyeret dagasztottak. Kemencébe sütötték, s vacsorára megették. Yeah.
keresek egy csendes utcát, keresek egy régi házat. Azt hiszem, ezt nem ezt beszéltük meg, ez teljesen megzavart mindenkit, ez a... akár. Benned láttam életemnek minden boldogságát. Hozzád száll az imádságom minden sóhajtásom. Boldog vagyok, ha rád nézem, mikor látom ragyogó sírva gyönyörködöm benne, úgy imádlak, mint egy szentet. Boldog mással úgy sem tudnék lenni. Nem születtem boldogságra, nem adott az Isten. Rajtad kívül a világon nékem semmi nincsen. Boldog vagyok, ha rád nézem, mikor látom a ragyogó mint egy szentet. Boldog másról úgy sem tudnék enni. Sírva gyönyörködöm benned, úgy imádlak, mint egy szentet. Boldog mással úgy sem tudnék lenni. Hideg szél fúj, édes anyám, hozzá ki a kertő. Még az éjjel hölgy keresem a régi szerető. Thank you.
Yeah.
süt a maga áradtam szép pogácsát. Süt a maga, süt a mi, süt a maga áradtam szép pogácsát. Mely a tihaszt megelszi, a helyszínt is elveszi. Süt a maga, süt a mi, süt a maga áradtam szép pogácsát. Süt a mama három tepsi pogácsát. Süt a mama, süt a pék, süt a mama három tepsi pogácsát. Süt a mama, süt a pék, süt a mama három tepsi pogácsát. Én is ettem belőle, szeretettem tőle. Süt a mama, süt a pék, süt a mama három tepsi pogácsát. Szívében,
Thank you.
Hát most akkor felborult a tervem, hát így hogy mondom el önöknek? Hogy van nekem szerető, egy Sörkelte, hogy állítok. Sörelőttem, bolelőttem,
Belőlem, hogy tudok mozogni, ugye? Hát ebben mindannyian biztosan voltam. Igen. Te látják, hogy tudok? Majd ha kimegyek a színfalak mögé, akkor meg majd így veszem el. Valaki kivél. Hoztam önöknek egy csodálatos Árpád magyar nótát. Engedjék meg, hogy elénekeljem. Esik eső, és nincs. Keep it, keep it.
szerepem a pián. Oda adom érte a reverendát, oda adom érte a csaposim a könyvet, ölelem és csókolom a szeretőt.
Hopnapóka, szólalóka, nem pihentem én azóta. Ártól erre tart a párok, hatnak a belepárok, a pici csóka szállat ő várok. Úgy is keleszem a párok, egy fényre bújta a csiszma sarka, elhívatta a cinci hargát. Míg a banda muzsikája, nem fényre dugta a csiszma sarká, elhívatta a szirci margá, és se jobban rája. Míg a Zoli muzsikája, hajj! Csodálatos színpadi páromat. Encike! Áradnánk ki hozzá! Az a helyzet, 3 perc, az nekem bőven elég tüzsolásom. Az az igazság, hogy nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy mióta vagyunk mi egy pár? Mondom, csak a színpadon vagyunk egy pár. 23 éve. Encike ezek szerint 4 éves korába kezdte. Szerintem én fogsz. Szeretnénk megkérni a többieket is, hogy fáradjanak fel hozzánk a színpadra, és énekeljünk együtt egy finálét, mivel nincs több időnk sajnos a mai műsorban. Viszont egy olyan finálét fogunk énekelni, amit mindannyian tudnak, valószínűleg teljesen ismeretlen operettekből lesznek. Úgyhogy a következőt szeretnénk kérni, ez a kórus, ez folytassa tovább, hogy a szeretnénk. A közönségek van önök között János. Fel a kezeket, János uram. És Jánosné? Ott az a bajoszos? Jó. Akkor szóljon az első a Jánosoknak. Egy János legyen, menj a János legyen.
köszönjük szépen a kiváló zenekarnak, Torvai Zoltánnak és zenekarának. Köszönjük Karina Erikőnek, Rózsák Katinak, és nem utolsó sorban Picikének. Szépen már Szabolcsai Józsefnek köszönjük! Egyszer tudják, hogy jár Peti? Volt egy vidéki színpadon, egy olyat dobbantott a színpadra, hogy beszakadt a színpadra, és így áll! Azt hiszed, hogy ez vicc. Csépharasztó volt az a színpad, és amikor a bejövő csárdásomra rácsaptam, és abban a pillanatban beszakadt a színpad, ez a lábam, ez sajnos nem szakadt vele együtt, úgyhogy ez így kimaradt így. És amikor rám nézett a szervező asszony, odajött, hát mint az Enci meg a Kati. Odajönnek hozzám, segíthetünk? Hát mondom, legyen szíves, hozzon már ide, vagy öt technikus. Az öt technikus kiszedett, így, és így végig szakadt a labdán. Mi az, hogy jóvabb már, Peti? Te kezdted! De nem kell neked ezt a mesetegy után végig mondani. Hát a zenekar, ilyet! A zenekar már elmehet nyugodtan, de mi beszélünk tovább. Ahol is így ugyanáz, akkor a közönség nevében mondhatom azt, hogy köszönjük szépen a színvonalas műsort, erőnlegességet, békességet, bölgyel megállást kívánom mindenkinek, szoktam mondani, és egy-egy virággal hagyj kedveskedjek a kisfeleségem, meg egy pálinkával, hogy otthon jó legyen minden, és jól érezze magát mindenki. Csak a közönség nevében, igaz? Itt van a közönség nevében. Hajrá, hajdonálás, és a környező városok, testvérvárosok, mindenki. Tapsoljuk meg a zenekart,